Az értékantológia egy válogatás a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei értéktárból. A kötet bemutató sajtótájékoztatón elhangzott, a könyvben szereplő 16 megyei értékkel kedvet szeretnének adni másoknak, hogy a gyűjtő munkához minél többen csatlakozzanak. Szeretnénk megjeleníteni azt, amit mi küldetésként vallunk. Azt a hármas egységet, amely egyrészt megjeleníti a hitet, megjeleníti a közösséget, és megjeleníti magát a szülőföldet, és ez a hármas egység adja az értékeinknek az alapját, és a megmaradásunknak az alapját is, és ezért nagyon fontos az, hogy az értékgyűjtő munkába, ebbe a küldetésbe egyrészt meg is tudjuk mutatni, másrészt pedig meg is tudjuk szerettetni azt a feladatot, amelyet mi vállaltunk. A kötet szerzői Benne János történész és Csutkai Csaba fotóművész voltak. Olyan értékek kerültek a kiadványba, amelyek nem csak országosan, hanem világszinten is ismertek és elismertek. A 144 érték a 140 féle, és 144 helyen van Szabolcs-Szatmár Bereg megyében. Na most ebből kellett összehozni olyan kötetet, hogy azért lehetőleg a megye minden tájegységéből legyen valami fajta jelzés, tehát a nyíri mezőség, a nyírség, a rétköz, Szatmár. A másik pedig, hogy minden típusú értékből is legyen legalább egy, hiszen ez az érték ez nagyon széles skálájú, kezdve az épített örökségtől a természeti kincsekig, na de hát itt van még a gasztronómia is, úgyhogy próbáltok úgy válogatni, hogy egyrészt tehát minden tájegységből legyen valami fajta érték, így kerül újra megy egyik sarkáról a tiszadobi Andrássy kastély, és legyen benne másfajta, és így van a másik sarkából, Milotáról pedig a dió. Ilyen dologban nagyon nehéz azt mondani, hogy ez a kedvenc. Egyrészt körtét az almával összehasonlítani is számomra nagyon nehéz. Valóban mind a 16, vagy mind a 144, vagy mind az 520, tehát ami még nem került be. Ezek olyanok, mint az embernek a gyerekei. Tehát ez lehet, hogy csúnyán hangzik egy tárgyias és személyes dolgoknak az összehasonlításával, de ezek valóban belőlünk születnek, belőlünk jönnek létre. Én hiszem, hogy ezek ugyanolyan értékeket kell, hogy képviseljenek. Persze több a gyermek, tehát ezt hozzáteszem. De valahol közelít hozzá, akkor így az igaz. A kiadvány 1000 példányban jelent meg az Itthon Együtt Közösen Szabolcs-Szatmár Bereg megyében pályázatnak köszönhetően. Célja, hogy értékeink bemutatásával a megyei identitás tudatot is erősítsük.